24 órán át röplabdáztak a Jáki torna termében a diákok. Mivel 5. alkalommal rendezte meg az egy napon át tartó röplabda kupáját a Székesfehérvári Diáktanács. A 2018 óta szervezett rendezvényen az idei évben mintegy 100 diák és 13 csapat szerepelt. Székesfehérvári Diáktanács most már évek óta sok olyan programot szervez, amelyben igyekszik a város diákságát bemutatni, és az egyik ilyen a 24-es röplabda torna, amit még 2010-es évek végén indítottunk el, aztán nyilván a Covid ideje alatt egy-két év kimaradt. A csapatok a 24 óra leforgása alatt folyamatosan váltották egymást a pályán, és az a csapat győzött, amelyik hamarabb elérte a 25 pontot. Az idei év különlegessége az volt, hogy nem egy székesfehérvári, hanem egy Vácról érkező csapat nyerte meg a kupát. Ők az Instagramról hallottak a rendezvényről, mondta el a Nekem Mindegy nevű csapat kapitánya. Jó volt, és rájöttünk, hogy az alvás az kell. 24 órát alvás nélkül kihúzni, az nehéz volt. És stressz szituációban azért 50 percekben nagyon tudtunk aludni, úgyhogy mindenki hullafáradt. Most még van 2,5 óra útunk haza, úgyhogy majd a vonaton alszunk, ha leszeljünk. A péntek 15 órától szombat 15 óráig tartott kupán a játékosoknak lehetősége volt a pihenésre is, hiszen a tantermekből pihenőszobákat alakítottak ki. Bőm László, a Székesfehérvári Diáktanács elnöke elmondta, rengeteg ismerős arcot látott, akik már részt vettek az általuk szervezett rendezvényeken, ami mutatja, hogy milyen népszerűségnek örvend a Városi Diáktanács és a 24 órás röplabda bajnokság.